Jól indult a mai nap az időmérőzésen, sikerült megszerezni az első helyet. Ami mindig jó, hogyha az ember a leggyorsabb tud lenni. Aztán utána az első verseny is jól indult, de sajnos nem bírták a gumiaim végig. Az első pár körben jó volt, a leggyorsabb kör enyém volt, de aztán elfogytak a gumik, úgyhogy Johan tudott jönni, támadni. Úgyhogy inkább a biztos második helyen most megelégettünk így a bajnokság vége felé, mint hogy elkezdjünk csatázni megint Johannel. Aztán a második versenyem pedig hetedik helyről indultam, így elrajtoltunk, nem nagyon tudott senki sem előzni. Kis vonatozás alakult ki, aztán sajnos a verseny felénél egy technikai probléma miatt kiestem. Úgyhogy így buktam egy 6-7 pontot a Davidhez képest, ami most azt jelenti, hogy egyenlő ponton állunk, és úgy fogunk menni Lománba. Úgyhogy még a negyedik hely abszolút nincs össze, az Lománba fog eldőlni. És talán, hogyha már egy kis szerencsénk, akkor még a harmadikra is jöhetünk, mert ugye most az ősztereket komoly problémák sújtják, ugye, hogy kivették alól az autóját az Antoniónak. Úgyhogy még a harmadik hely sem kizárt ilyen formán, de az már nem az igazi. Meglátjuk Lománban. Az időmérőn sikerült megszerezni még a 9. helyet, és sikerült bejutnom a Super Bowl-ba. Szintén ugye, és utána az első futamon pedig a 8. helyet sikerült megszerezni. Egy kicsi helyezkedés volt az elején, de utána igazából beállt a mezőny, és így ugye a második futamon az első helyről tudtam rajta, ennek nagyon örültem. Volt benne egy kis izgalom is, de utána sikerült megtartanom a rajtnál az elsőimet, illetve jobban is rajtoltam, mint a Reinhardt. Majd utána be tudtam jönni elé az egyes kanyar kijáratában, és ott tudtam egy kis előnyt növelni addig, ameddig ők ott elkezdtek csatázni, és azt az előnyt majdnem a végéig sikerült beosztanom. A vége felé egy kicsit közeledett, de végül sikerült behúzni, úgyhogy nagyon boldog vagyok. És köszönöm a srácoknak a munkát, hogy össze tudták rakni a kamiont. Nagyon büszke vagyok, és köszönöm szépen.